a naponta megjelenő újabb és újabb különadók mellett az inflációs adatok is azt mutatják, hogy nagyon komoly problémái vannak a magyar gazdaságnak. A legújabb statisztikai adatok szerint májusban is 21,5%-kal nőtt az infláció mértéke, a reálbérek pedig hónapról hónapra mintegy 7%-kal csökkennek. Na, ezt kell végig gondolni Orbán Viktornak, pedig ez borzasztóan sújtja a magyar családokat, és ő azt mondja, hogy ők a családok védelmében politizálnak, ennek nyomát nem látni az ő intézkedéseikben. Egy órával ezelőtt adta ki a KSH a legfrissebb inflációs adatokat, és ahogy említettem, bőven 20% fölött van a drágulás mértéke, de a kis nyugdíjasok azok, akik a legnehezebb helyzetben vannak, hiszen a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján mért inflációs ráta jóval magasabb, mint a lakosság egészéért. Hogy a következő hónapokban is így lesz ez, azt előre vetíti az úgynevezett maginfláció. Ha a maginfláció magasabb, mint a lakosság egészére mért inflációs ráta, akkor borítékolni lehet, hogy nem fognak csökkenni a jövő hónapban sem érdemben az árak. Elfogytak a kormány forrásai, újabb és újabb sarcokat vet ki. Talán azt is mondhatnánk, hogy napi sarc intézkedéseket vezettek be. Néhány nappal ezelőtt bevezették a betéti kamatok után fizetendő kamatadó mellé az úgynevezett szockót. Gondolják el, hogyha valakinek van 100 forintja megtakarított pénze, abból csak 72-t fog visszakapni ezek után. Ez az egyik ilyen drasztikus intézkedés. A másik a gyógyszerekre kivetett különadó. 10.000 forint alatti gyógyszerekre 20%-os, a 10.000 forint fölötti gyógyszerekre kapaszkodjanak meg 40%-os különadót vetettek ki július 1-től. Tévedés ne essék, ugyan a rendelet úgy fogalmaz, hogy ez a gyártókat és a forgalmazókat terheli, kétségünk ne legyen. Ön, kedves magyar állampolgár, ön fogja a kasszánál megfizetni ezt a többletköltséget, amit Orbán Viktor be fog zsebelni. És a non plus ultra az, hogy a üzemanyagok jövedéki adóját is megemelték, drasztikusan megemelték. Akkor ugye mindenkinek összeállt a fejében az a képlet, hogy infláció csökkentő intézkedéseket hoznak, közben adót emelnek, külön adót emelnek, profitadót emelnek. Hát hogy lesz ebből infláció csökkentő intézkedés, azt én még nem tudtam megfejteni. Nem véletlen, az emberek egyre nehezebben élnek, kapaszkodjanak meg egy év távlatában, csak itt Somogy megyében több mint 15%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Mit jelent ez? Nincs az embereknek pénze még az élelmiszert sem megvásárolni.